Július végén a falunapi rendezvénysorozat keretében adták át Kocsolán a tájházat. Néhány lelkes pedagógus és szülő több évtizeddel ezelőtt kezdte el gyűjteni azokat a tárgyi emlékeket, amelyek a 19. században élt néhai elődök mindennapi életviteléhez tartoztak. A leglátványosabb szobában vagyunk éppen, ahol a kocsolai népviseletbe öltözött babák kerültek. Egy nagyon nagy kincsünk van itt, egy fekete mennyasszonyi ruha, ami a sváb népviselethez kötődik leginkább. Ezt a ruhát körülbelül 1860-as években készítették, és nagy örömünkre felajánlották a faluház tájháznak a javára. Nagyon gyönyörű kocsolai népviseleti ruháink vannak még, ilyenek például a bársony ruhák és a rózsás ruhák, amelyek alá annak idején 4-5 kikeményített fehér csipkepéntőt húztak. Hogy szebben álljon ez a ruha, még egy kitömött pufándit is kellett a ruhák alá húzni, és ezzel még elegánsabbak, még szebbek voltak ezek a ruhák. Nagyon érdekes fejdísze kerültek a lányok, asszonyok fejére. A lányok elsősorban szalagot viseltek, de a pillék a gyermeket még nem szült nőknek a fején volt, a gyermekszülés után pedig fejkendőt használtak. A pillék elkészítéséhez csak egy-két asszony értett a faluban, ezért munkájuk nagy kincsnek számított. Érdekesség, hogy minden faluban másképp alakították ki a pilléket, másképpen kötötték meg a fejükön a kendőket az asszonyok, ezáltal tudni lehetett, hogy honnan érkezett a vendég. A férfi ünneplő ruházat azonban ennél jóval egyszerűbb volt. Fekete mellény és kalap tartozott leginkább, csizmával mentek leginkább misére, ünnepi alkalmakra, és egy gyönyörűen készített fehér vászon ing volt még ehhez. A téli hónapokban a férfiak elsősorban az állatok gondozásával foglalkoztak, így a téli hónapok alatt az asszonyok szőttek, fontak, vartak, hímeztek, és minden olyan dologgal foglalkoztak, amit később használni tudtak. Egyik nagyon érdekes munkájuk a tutyi készítés volt. Ezek a tutyik most itt is láthatók, rózsás tutyik, amit a mindennapokban használtak a kényelmes viselés szempontjából. Mint minden tájházban, itt is megtalálható az úgynevezett tiszta szoba. Nem csak berendezésében különleges, de fontos szerepe volt bizonyos alkalmakkor. Itt vették át a komatálat, amikor gyermek született, innen kísérték ki a házasulandót, és itt tartottak virrasztást a halott mellett. Tájházunk első szobája a nagy szoba, amelyet tiszta szobának is hívunk, az egyik legszebb része a tájháznak. Eredeti bútorokkal sikerült berendezni, köszönhetően a sok-sok felajánlásnak. Így került ide a szoba közepére az asztal a székekkel, az ágy, a régi dívány, a staffinungláda, bölcsők. Magasan vetett ágyakban jól látható, hogy szalmazsák van, a szalmazsákokat pedig díszpárnákkal díszítettük. Gyermekszületése esetén pedig 1898-ból van egy gyönyörű szép csipkelepedőnk, amit szintén nagyon köszönünk a felajánlónak. Jól látható, hogy a kocsolai emberek mélyen vallásosak voltak, és nem csak a misére járás gyakorolták, hanem az otthoni életben is, a szobákban jól láthatóan elhelyezve
a kereszt, a szent képek a falon szintén a vallásos életérzést tükrözik. A szoba legkisebb sarkában megpróbáltunk egy olyan fotóalbumot, fotósorozatot bemutatni, amely a régi emlékeket idézi. A bölcsőben még eredeti gyermekruhák vannak, szintén az 1800-as évekből. Az egyszerű berendezésű nyári konyhában a jó idő beálltával élték a mindennapi életüket a családok. A nyári konyhában vagyunk, ahol a jó idő beálltával élték az életüket a családok. Látszik, hogy nagyon egyszerű berendezések vannak. Itt is megtalálható a kaszli edényekkel, cserepes edényekkel, tányérokkal. A falon falvédő található, a sarokban pedig a sarokpad. A kézmosó, amely fölött tükör van, és itt élték az életüket. Minden családban az ügyeskező asszonyok kihímezték a fésű és kefetartót, a saját monogrammel ellátott törölközők minden családnál megtalálhatók voltak. Falvédő díszítette a falat, amelyeken érdekes, mindig okos, megfontolandó tanácsokat lehetett olvasni, és ezek még a mai napig is néha megmosolyogtatnak bennünket, de ma is időtálló gondolatokat közvetítenek.